Februárban, hosszú évek után először fordult elő vízszennyezés Székesfehérváron, akkor tejfehérré színeződött a víz a felsővárosi záportározó gyűjtő csatornájában. A szennyezésről a Városgondnokság lakossági bejelentés alapján szerzett tudomást. A legfontosabb tudnivaló, hogy ilyen esetben a vízszennyezést két szervezetnek, a katasztrófavédelemnek, illetve a vízügyi hatóságnak is be lehet jelenteni. Ugyanakkor célszerű utóbbit hívni. Továbbá fontos, hogy a lehető legpontosabb információkat adjuk át a hívást fogadó szervnek. A bejelentés alapján lehet eldönteni, hogy mire van a továbbiakban szükség, van-e olyan információ, ami alapján már egyből a bejelentés alapján megállapítható, hogy itt nem környezetszennyezésről van szó, hanem egy természetes folyamatról, illetve hogyha felmerül annak a gyanúja, hogy ténylegesen egy szennyeződésről van szó, akkor nyilvánvalóan mi azonnal kapcsolatban lépünk a katasztrófavédelmi igazgatósággal és a helyi képviselőinkkel, akik felderítik ezt az esetet. A katasztrófavédelmi igazgatóság rendelkezik mobil laborral a helyszíni mérések érdekében. A mobil labor folyamatosan ügyeletben van, bármikor riasztható. Lehetőség szerint a szennyezésnek a tulajdonságait, amit szemmel meg lehet állapítani, ezt szeretjük visszakérdezni, mert akkor ilyen módon készülünk a beavatkozásokra. Egyébként a bejelentés után azonnal a vízügyi igazgatóságot kell, hogy értesítsük, és a vízügyi igazgatósággal együtt intézkedünk utána már, tehát ő szervezi meg a helyszíni szemlét, és akkor a szükséges intézkedésekről pedig tehát mi, mint vízügyi hatóság döntünk. Megyénkben évente 25-30 bejelentés érkezik a katasztrófavédelmi igazgatósághoz a környezetben észlelt kisebb-nagyobb szennyezésről. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy sok lenne a szennyezés, sokkal inkább azt, hogy az emberek egyre jobban figyelnek a környezetükre, és gyakrabban jelzik tapasztalataikat a hatóságok felé. A szakemberek szerint Fejérben tiszták, jó minőségűek a vizek.